Hilfe vor Ort zu leisten. Németország belügyminisztere és szociális ügyekért felelős minisztere is Kijevbe utazott hétfőn, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítéséről és a háborús bűnök kivizsgálásáról tárgyaljon a kormány több tagjával. A háború kitörése óta ez az első ukrajnai látogatása a német tárcavezetőknek, számolt be az MT. Nancy Faeser és Hubertus Heil Kijevben megbeszélést folytat Denis Monastirsky ukrán belügyminiszterrel, Szerhij Kruk polgári védelmi vezetővel, Julia Sviridenko miniszterelnök helyettessel, Oksana Zsolnovics frissen kinevezett szociálpolitikai miniszterrel, valamint Vitali Klitschko kijevi polgármesterrel. A megbeszélések középpontjában elsősorban az áll, hogy miképpen javítható az ukrán rendőrkapitányságok, a tűzoltóállomások, a katasztrófavédelem és a mentőegységek működése és hatékonysága a háború sújtotta országban. Tárgyalnak a kiberbiztonság, a fegyvercsempészet, az aknamentesítés helyzetéről, valamint a háborús bűnök törvényszéki és igazságügyi kivizsgálásáról is. Szóba kerül majd az ukrán menekültek jelenlegi státusza, jövőbeli kilátásaik Németországban, valamint lehetséges visszatérésük Ukrajnába. A német delegáció generátorokat és a légi felderítést végző, pilóta nélküli drónokat tartalmazó segélyszállítmányokat is átad az ukrán vezetésnek. Megérkeztek Ukrajnába a Lengyelország által felajánlott PT-91-es harckocsik, mondta el Krisztof Platek, a Lengyel Védelmi Minisztérium fegyverzeti osztályának szóvívője, az egyik országos tévécsatornán beszélt arról, hogy korábban Lengyelország 200 T-72-es harckocsit adott át az ukrán fegyveres erőknek. Az Ukrajnának felajánlott tankokért cserébe amerikai Abrams harckocsit kaphatnak a lengyelek. A PT-91-es a szovjet eredetű T-72-es jelentősen modernizált változata. Lengyelország összesen körülbelül 230 ilyen harckocsival rendelkezik. Platek elmondása szerint nem küldték el az összeset Kijevnek, pontos számot azonban nem árult el. Úgy fogalmazott, jelentős mennyiséget ajánlottak fel az ukránoknak. A szóvivő azt is közölte, hogy a tankokat szállító vasúti szerelvény már megérkezett Ukrajnába. Kijevben az ukrán biztonsági szolgálat dolgozói letartóztattak egy hackert, aki ukrán bankok adatbázisát törte fel és eladta az onnan lementett adatokat. A férfi létrehozott egy speciális programot, amelynek segítségével hozzáfért a banki rendszerekhez. Az adatokat egy anonim internet felületre töltötte fel, melyet orosz különleges szolgálatok kezeltek. A házkutatás során számítógépet, bankkártyákat és mobiltelefonokat foglaltak le. Az ügyben folyik a büntetőeljárás, a vizsgálatok megkezdődtek. Kijevi tartózkodása alatt megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja. A diplomata a helyszínen találkozott Magyar Árpád István író tudóssal is, aki az elmúlt években megírta a Magyarok Kijevben című könyvet. Bacskai József a helyszínen azt mondta, Magyar Árpád hősként a legnehezebb időkben is kitartott az ukrán fővárosban. Miniszterhelyettes úr megbízásából eljöttem a Petőfi szoborhoz, aminek az átadásán ő személyesen jelent volt, és elhelyeztem a megemlékezésnek a koszorúját. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a kijevi magyarok történeteit, történelmét, és most volt lehetőségem találkozni Magyar Árpád úrral, aki hősként a legnehezebb időkben is kitartott, és minden nap gondoskodott Petőfi szobrának a tisztántartásáról, megőrzéséről, és bizony-bizony az itt maradóknak elmondta, hogy mit keres itt Petőfi, mit keresnek itt a magyarok Kijevben, hogyan kerültek ide, és milyen sorsuk volt. És beszél a történelemről, az ezer éves közös történelemről, amire sokszor az egyszerű ukrán emberek rácsodálkoznak.